Molnár Jánossal, Berekfürdő polgármesterével itt a negyedik tengeri hántáson, a Berekfürdői falunapon beszélgetünk arról, hogy mire jó egy ilyen rendezvény, mit tud ilyenkor megoldani a polgármester, hiszen ilyenkor azért közvetlenül találkozik az emberekkel. Hát megoldani ilyenkor szerintem nem többet, mint máskor, de a falunap több mindenre jó. Tehát egy falunap úgy gondolom minden település életében azt jelenti, hogy általában a betakarítások után, legalábbis régebben így alakult ki, a nagy nyári munkák után, akkor egy kicsit szusszannak, még esetleg az őszi szüretek előtt, ahol van szüret. Ekkor szokták megrendezni a falunapot, amikor még jó idő van, de a nagy munkákon túl vannak. Mi is ezt a szokást, hagyományt követjük, ezért alakult ki nem olyan régen, tengeri hántás nevében is benne van, hogy egy kukoricabetakarítás környéki időszak. Egyébként pedig tényleg arra jó, hogy elsősorban a helyi lakosság, ők jöjjenek össze, legyen olyan lehetőség, ahol egymás is találkozzanak, ha jó barátok, akkor tovább mélyítsék a barátságot, ha esetleg zörgés volt köztük, akkor ezt próbálják elsimítani, beszélgetés, ez mind lehetőséget ad arra, hogy meghányuk vessük az egymás meg a falu életét, és ahogy mondtam, hogyha jó barátság van, akkor mélyüljön, ha zörgés volt, akkor az simuljon. Én ezt tartom a legfontosabbnak a falunapon. Hény jó beregő ízben házongok, ügyelben beszélek, szállongok, mint akit nénikék szeretnek, úgy sem leszek, én már nevetnek, jön túl a tapadék, Berekfürdő, mint üdülő település, egy kicsit eltér az átlagostól, tehát itt nem csak a helyiek vannak, hanem elég sokan jönnek máshonnan is. Vannak olyanok, akik kimondottan a falunap miatt jönnek, vagy ha valamilyen rendezvény van, akkor amiatt. Vannak, akik egyszerűen itt vannak, és ebbe csak belecsöppennek. Az is fontos, hogy ők is jól érezzék itt magukat. Hál' Istennek az időjárás nagyon kegyes hozzánk, hiszen tegnap még az eső is esett, ma az megszűnt, süt is a nap, kicsit be is borul, tehát ideális időnk van a falunap megrendezéséhez. Most nálunk úgy zajlik, hogy délelőtt van a főzés, kisebb műsorok, helyiek, helyi népdalkör, nádirigó népdalkör lép fel, meghívott vendégek is vannak, helyi néptáncosok is fellépnek. Búja a legeri szavar, virágos lépet, játszik a déli bába nagy messzerségben. Keverész a gulyás bokor árnyékába, bűtársa a puli vigyáz a jóságra. 3 órakor, akkor valóban az utóbbi évek legfontosabb eseménye következik be, ami lezárása egy nagy beruházásnak, amire régóta várt minden bereki lakos, és nyugodtan mondhatom, hogy az ide látogató vendégek is. Egy olyan fürdőberuházást tudunk lezárni, ami 2 részből áll. Van egy kinti úgynevezett élménymedence, vagy ifjúsági medence átadása, ami már május 1-től működött, tehát már látjuk, nagyon is látjuk az eredményt, hogy nagyon-nagyon hiányzott, nagyon kellett és nagyon jó bevált. Nagyon sok vendéget hozott, más medencékről sok terhet levett, tehát már a pozitív eredményét látjuk. A másik fontos része pedig egy fedett fürdőrésznek az átadása. Azt nem olyan régóta tudják használni, még gyakorlatilag próbaüzem folyik most is, de már ez azt jelenti a próbaüzem, hogy a nagy közönség használhatja. Ennek is nagyon komoly eredményét már is látjuk. Reménykedtünk, hogy így lesz, de látjuk is, hiszen a nagy kánikul időszakban volt 1 hét, erre mindenki emlékszik, hogy akkor hirtelen nagyon hideg lett. Tehát a majdnem 40 fokból lement majdnem 15 fokra a hőmérséklet, egy héten keresztül esős idő is volt, és a fedetnek olyan eredményét láthattuk, hogy szinte annyi kis túlzással annyian voltak azokban a hideg napokban is, mint máskor egy gyengébb nyári napon. Tehát biztos, hogy lesz eredménye. Amit szeretnénk még hosszabb távon, a gyógyászatot az eddiginél magasabb színvonalon és több mindent is szeretnénk működtetni.
Most ezen kell dolgoznunk majd, hogy az mikor valósul meg, az a jövő zenéje.